akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Gede Balázssal. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatókkal 0630 2010 909 info@millasreggeli.hu vagy a Messenger alkalmazással Facebookon keresztül érhetőek, vagyunk elérhetőek. És Viber, WhatsApp, SMS, kikerülhetetlen. A dolog, postai nézzük, levél. Hogy milyen közlekedi postai levél, azt nem szeretem. Azt a Mijálovics Andrásra, ami van ilyen, hogy még olyan, hogy levelező? Hát Mijálovics András, a Millás reggeli deviza levelezője. Igen, abszolút. A deviza levelező az nagyon klassz volt. Szóval, hogy várunk információkat. Érdekes, jelezni szeretném a BKK-nak. Valószínűleg tudják a BKK infónál, hogy a közút.bkkinfo.hu tegnap óta elérhetetlen, folyamatos szerver hibát mutat, illetve hát konkrétan nem válaszol. Ez már lehetett volna egy útinfo. Ez, ja bocs, akkor most vár, igazad van. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. A közút.bkkinfo.hu 522-es hibával timeout errort mutat. Legyenek szívesek megjavítani, mert nem látjuk, hogy mi történik ő szerintük Budapesten. M5-ös bevezető az Osanig áll, vagy az Osan, igen, Osanig áll a sor, írja egy kedves hallgató. A gyorsforgalmi befelé a határútig suhan, ott viszont beáll, és az Árpád híd Pest felé járható, Váci út kifelé suhanós. Nagyszerű, mennyi jó kis információt kaptunk a kedves hallgatóktól. A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik. És ahogy azt megszokhattátok, itt van velünk a virtuális stúdiónkban most Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Na hát az apropója a mostani beszélgetésünknek az az, hogy június 1-től a vészhelyzet befejeztével, vagy lehet, hogy az július 1, a lényeg az, hogy a távmunka végzés új szabályozása lép életbe, és megszűnik ez a home office dolog, mert ez lesz a becsületes neve, hogy távmunka végzés. Csináltunk egyébként egy röpke kis felmérést itt a hallgatók között, hogy ők hogyan viszonyulnak, illetve a munkáltatóik. Hát az még tart is, van egy röpke, amit most írtak, de a Viber csoportunkban lehet röpkén válaszolni. Így van. Igen. Na várjál, akkor azt is megnézzük, hogyha jó. Ott van eredmény. Hogy ott még nincs, ott be, még nincs. Most fejeztem be. Akkor azért. De a hallgatók írtak nekünk, hogy februárban váltottam full home office, külföldi pénz, külföldi életszínvonal, rámutatva ezzel az arra, ugye, hogy milyen, nem más, hát hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben. Aztán jött, hogy otthonról dolgoznék, de nem engedik, még a 3+2-t sem. Vezetői bizalmatlanság, gyengeség. És jött egy másik, hogy én, ha tehetem, bemegyek az irodába, úgyhogy pont háromféle válasz. A irodában ingyen van a kávé. Lehet kvaterkázni a haverokkal, igen, hát egyébként kevesebbet dolgozok, mint otthon. Igen, ahol a kokifájjal kell mérni, hogy mennyit dolgozom. De hát kétségtelen a közösségi élmény, az valakinek annyira fontos, hogy ő tojik a home office-ra, meg az azzal járó előnyökre. Na, szóval így állunk mi. Mit hoz majd a szabályozás, mi lesz annak a vége, mennyiben fog változni egyáltalán a helyzet, ha és amennyiben fog változni? Igen, ez egy érdekes dolog, tehát elviekben június 1-től ugye ez egy új törvény, de alapvetően sok mindenben nem változott. Annyi, hogy jogszabályilag, vagy munkajogilag az, hogy távmunka az egy külön fogalom, mert ez mindig is létezett, és volt és bejött újként a home office. Ezt a kettőt most alapvetően összerakják, és azt mondják, hogy távmunka végzés. Tehát ezt az újat úgy fogjuk hívni, hogy távmunka végzés. Alapvetően viszont, és én azt gondolom, hogy azért ez jó hír, hogy a törvény azt határozza csak meg, hogy rugalmasan kell kezelni a távmunka végzést,
és erről alapvetően a munkavállaló és a munkáltató egyedileg állapodhat meg. Ami itt szerintem fontos, hogy ha viszont nem állapodnak meg, tehát nincs szerződésben leírva, hogy hogyan működnek, akkor a munkaadó az csak az egy harmadával rendelkezhet a munkavállalónak, magyarul, aki 8 órában dolgozik, annak 2 napot kell csak bemenni az irodába. Tehát ez viszont fontos, tehát ugye szerintem nagyon fontos tudni a munkaadóknak, hogy innentől kezdve, hogyha nem szabályozzák azt, hogy hogyan dolgozzanak, tehát akár az, hogy teljesen bent, akár hibridben, akár pár nap home office-ban, akkor viszont automatikusan a törvény azt mondja, hogy akkor a 30%-ával lehet csak élni, tehát magyarul 2 napot mehetnek be. Oké, okay, szóval, az azt jelenti, hogy akkor szabályozni kell, mert hogy, ha nem szabályozzák, nem csinálnak semmit, hanem elalszanak, nem gondolnak rá, stb., akkor életbe lép az, amit a törvény mond, és az lesz az érvényes, vagy különben szabályzatot kell készíteni? Hát igen, szabályzatot kell. Ezt általában úgy csinálják a cégeknél, hogy készül egy cégre vonatkozó szabályzat, ami mindenkire érvényes, és aztán lehetnek egyedi elbírálások. Mm-hmm. Mert hát lehetnek olyan munkakörök, vagy olyan élethelyzetek, amikor ettől el tudnak, meg el is akarnak térni. Azok az egyedi munkaszerződésekben fognak létrejönni. De valamilyen szabályozást létre kell hozni. Én azt gondolom különben, hogy a nemzetközi cégek nagy része azért ezt az elmúlt 2 évben már megtette. Itt igazából azoknak üzennék, akik eddig nem csináltak semmit. Igen. Tehát, hogy akik azt gondolták, hogy nem baj, hát most ez úgy ránk nem vonatkozik, mi nem így dolgozunk, stb. Stb. Tehát ezt muszáj mindenképpen. És az is fontos, hogy a fordítottja is igaz, tehát hogy azt is biztosítani kell, hogy valaki bemehessen, hogyha viszont arra van szüksége. Tehát igazából tehát azt nem lehet, hogy azért mindenkit hazazavarunk, és bezárjuk az irodát. Igen, mert az spórolás. Hát ugye... Mert az akkor költséghatékonyabb. Hát meg nem kell ezt a ruhapénzt se adni, hát minek, ugye, hát fél ruhapénzt, mert csak fönt kell öltöztetni az embereket. Ja, tényleg, a gatya akkor... meg cipő nem ugye... kell. Igen. És ami szintén fontos, de hát én azt gondolom, hogy azért ezt a cégek csinálják, csak oda kell rá figyelni, hogy minden információ az azokhoz is eljusson, akik otthon dolgoznak. Uh-huh. Tehát, hogy ezekre ugye olyan platformokat, olyan csatornákat létre kell hozni, hogy attól, mert valaki otthon van, attól ne legyen az, hogy valamilyen információt, ami zajlik a cégben, és főleg ami mondjuk az ő munkáját befolyásolja, azt arról ő nem tud. És akkor ezzel szemben, hogy ez a törvény, és akkor mi megy a gyakorlati életben, azt, hogy nemzetközi szinten, és ezek most ugye nagyon fontos, hogy ez a cégvezetőknek szeretném így üzenni, hogy nemzetközi szinten a dolgozók 2/3 fontolgatja azt, hogy amennyiben nincsen valamilyen home office-ra lehetőség, akkor fölmond. Uh-huh. Magyarországon is nagyon erős most már, most nem is az, hogy felmondanak, de hogy nem választanak olyan munkahelyet, ahol nincs erre lehetőség. Tehát amikor arról beszélünk úgy különben más műsorokban, más, vagy korábbi műsorokban, hogy nagyon nehéz ember találni, igen, akkor ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezeket muszáj megfontolnia egy vezetőségnek, mert különben ez még plusz nehezíteni fogja az, hogy ő megfelelő munkaerőt találjon. És ez úgy néz ki különben korban, hogy a fiatalok, azok értsük a 25-től 35-ig, addig egyértelműen egyáltalán nem választ olyan munkahelyet, ahol nincsen egy hibrid munkavégzése lehetőség. Ahogy megyünk korban előre, ott egyre jobban nyitottabbak arra, hogy irodába dolgozzanak, de már ott is, és ez egy nagyon fontos szám, 50-60% köszön ide, nem szeretne visszamenni teljes munkaidőben az irodában. Igen, elég nagy az arány. Gyorsan rám vetek azt hiszem, nálunk is az vezet. Azt mondja, hogy ugye... A Viber csoportunkban lehet válaszolni. 3 opciót írtam. Az egyik, hogy nagyon tetszett a home office, maradnék, ha lehet, akár 100%-ban is. Erre 52% voksolt.
Jó a távmunka, jó, de jó az irodában is, heti 1-2 napot lennék otthon, 41%, tehát a masszív többség azt mondja, hogy akár 100%-ban, de 1-2 napot mindenképpen lenne otthon, és csak 8% mondja, hogy nem jött be a home office, inkább mennék mindig az irodába. Lehet, hogy nekik ez olyan már a munkakörük. Egy szavazat, úgyhogy várunk igen, még ide. Elég jó. Igen. Igen, na hát ez nagyon szépen leképez, én azért is köszönöm szépen, hogy ezt csináltátok, ezt a szavazást, mert ugye amit az ember olvas, nagyon sokszor statisztikákat, azt nem mi csináljuk, azt elolvassuk, és ugye akkor úgy azt mondjuk, hogy most vagy igaz, vagy nem, reméljük, hogy igen, de ilyenkor ezek mindig olyan jók, amikor ilyen élőben visszajönnek ezek a számok. És ugye ezzel szemben, hogy mit szeretnének a dolgozók, úgy néz ki a munkaadói oldal, hogy 30%-a a cégeknek teljes mértékben szeretné, hogyha visszatérnének az emberek, egy 8-10% engedi meg, hogy teljesen otthon dolgozzanak, de ez úgy tűnik, hogy nincs is ennél többre sokkal igény, tehát hogy ez ilyen szempontból ez érdekes. A többség az hibridben dolgozik, vagy gondolkozik. Ez azért fontos, mert hogy én azt gondolom, hogy én is így érzem, hogy ennek lesz jövője. Tehát az, hogy teljesen vissza kell menni, az megint egy véglet, és az is véglet, hogy teljes home office, mert hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy bent vagyunk, és kollégáink vannak, és csapat van, azért azt működtetni is kell. Igen. Ez ugyanolyan, mint egy barátságok a privát életben. Ha soha nem találkozunk, akkor az ugye egy picit nehéz. Tehát kellenek a közös élmények, a közös hülyéskedések, az egymás ugratása, bármi más, és akkor ez még csak ugye a személyes rész, de a munka szempontjából is vannak egyszerűen olyan jellegű munkák, ilyenek a projektmunkák, ahol nem egy emberen múlik csak, hogy azt a munkát megcsináltuk, hanem ahhoz, hogy az teljes legyen, és elvégeztük, az egy csapat dolgozik rajta, és ennek a csapatnak azért kell, hogy együtt találkozzon, és együtt beszélgessen, és együtt oldja meg. Tehát amiket mi látunk, hogy olyan napokat szerveznek, amikor benn kell lenni annak a csoportnak, vagy adott esetben mindenkinek, akkor azonban kötelezően, és a többit pedig rugalmasan lehet kezelni. És én azért tartom jónak azt, hogy még ez egy erősebb szó is, hogy kötelezővé tenni, hogy melyik az a két nap, vagy nem tudom, részben egyszerűen akkor kialakul egy rendszer, szerintem az emberek életében is, tehát a munkavállaló életében is, és a munkáltatónak is tudja, hogy mikor számíthat arra, hogy az illető bemegy. Ez szintén fontos. A másik az, hogy sokkal jobban lehet akkor az embereket motiválni. Most hallottam sok olyat, hogy próbálják visszacsalogatni az embereket az irodába, mindenféle, hát már komolyan mondom, hogy így az ember mosolyog. Milyen példák vannak erre? Hát nem tudom én, hogy most akkor együtt lehet fotózkodni az XY-nal, és akkor szelviket. Jó, ilyen celebekkel? Meg viszont minden, a pizza naptól kezdve, a kedvenc gyümölcsének, a nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy részben... Kényeztetjük egy kicsit a munkavállalót, igen. Kényeztetjük, igen, de hogy annyira hozzászoktak ugye az elmúlt 2-3 évben ahhoz, hogy otthon dolgozhatnak, hogy csak ezért nem fog bemenni. Uh-huh. Ezt viszont össze lehet kötni azzal, hogy, és én inkább így csinálnám, hogy azt mondom, hogy van két nap, amikor be kell jönni, és akkor egy-egy nap szervezek. Tehát legyen kedve bemenni. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit kedvet csinálunk, be kell jönnie, de ez nem lesz neki egy rossz érzés, mert azt mondja, hogy de jó, ilyenkor nem tudom én, akkor pizza nap szokott lenni, vagy bármi szokott lenni. Tehát így lehet, de csak azzal, hogy valami ilyet elhúzunk előttük, hát ettől főleg a fiatalabb generáció, az az igazság, nem ájul el. Igen, igen. Tehát, teljesen megváltozott ugye a hozzáállásuk a munkavégzéshez, a munkahelyhez, az egészhez. És olyan furcsa, mert de sokat beszélgettünk erről, és ha azt nézzük, hogy volt eddig a mi kultúránk, ami kicsit inkább ez a németes jellegű kultúra, ahhoz idegen, vagy attól idegen, ilyen olaszos, spanyolos munkavégzés, hogy így hüledeztünk, hogy hát hogy tudnak ezek dolgozni, amikor gyakorlatilag 15-ször étkeznek naponta. Kimennek, 10-re mennek, már akkor egy kávézóban ülnek, óriási siesta van, stb. És akkor ugye ez volt az ilyen sztereotípia, hogy hát igazából ezek nem is dolgoznak, de hát valójában ott úgy alakult ki ez a kultúra, és dolgoznak ők rendesen, csak ott az, ami kialakult. Most is egy teljes váltásnak vagyunk így a szemtanúi, meg így az átélői. Igen, és ami ugye nagyon nagy változás lesz szerintem,
hogy nagyon egyediek lesznek, tehát cégről cégre lehet, hogy máshogy fog ez kinézni. Tehát amíg régen azért sokkal jobban kiszámítható volt, hogy ha én bemegyek egy munkahelyre dolgozni, akkor az hogy néz ki, 8-tól 5-ig ott vagyok, vagy bármilyen más formában, de általában ugye ez volt, hogy voltak törzsidők, amit benn kell tölteni, mondjuk a 9-től 3-ig, de különben a munkaidő az 8-tól 5-ig tart, és akkor a köztes levő törzsidőben viszont biztosan benn kell lenni, a többi az rugalmas. Én azt szoktam javasolni, hogy mivel nagyon különbözőek a cégek, ugye itt nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy vannak termelő cégek, vannak kereskedelmi cégek. Hát valahol fel sem merül ez a probléma. Tehát van, ahol ez föl sem merülhet, hogy ez így működjön, hogy tényleg egyedileg kell ezt megbeszélni, és nem úgy, hogy fönt ül a vezetőség, és ő kitalálja, hogy ez miért lenne jó, vagy hogy lenne jó, hanem meg kell kérdezni, tehát körbe küldeni ma már egy felmérést, egy kérdőívet, az tényleg egy perc, mert megnyomunk egy gombot, az e-mail körbe ment, és rövid kérdések, ugye erre nem kell bonyolult kérdéseket itt föltenni, szeretne home office-t, hány napot szeretne, egy-két nap, kettő-három, három-négy, nem tudom, a különböző variációkat megadni, és nagyon gyorsan ki fog jönni az, hogy az emberek többsége mit szeretne. És ha őket megkérdezték, és annak az eredménye valami lett, és az alapján fognak dolgozni, még ha lesz is olyan, aki nem azt választotta, mert értelemszerűen lesznek olyanok, akik mást választottak, akkor is jobban elfogadják, mert akkor azt fogják mondani, hogy igen, ezt mi döntöttük el, a többség ezt döntötte. A másik az, ami ugye a ti kis felmérésetekből is most kijött, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy ő csak az irodába szeretne menni. Biztos, hogy ennek megvannak az okai, nem csak feltétlen azért, mert ilyen a személyisége, hanem azért, mert olyanok a körülmények otthon. Hát igen, igen, az otthoni körülmények, akkor a munkavégzés típusa, amit ő csinál, tehát így lehet, van, hogy ahhoz nagyon fontos az, hogy ott legyen személyesen a másik kollega, rögtön tudjon valamit kérdezni, és a többi, tehát igen. Ez... Vagy számára fontos, igen, tehát ugye igen. Most én lehet, hogy el tudom képzelni. Máshogy fejlődik például igen, a szakmailag. Igen, valamilyen munkát én úgy érzem, hogy otthon tudok jól csinálni, a másik meg úgy érzi, hogy bent tudja csinálni. Tehát tulajdonképpen a törvény is ezt mondja, hogy a lehetőséget mind a kettőre meg kell adni, a mértékét kell egymás között nekik megbeszélni. Tehát igazából ez a nagyon fontos. A többit azt tényleg egyedileg kell eldönteni, és aztán mindemellett még, ugye amikor kialakul egy cégnél a keret, amit már mondtam az elején is, lehet azon belül még esetleg egyedi szerződéseket is kötni, ami megint lehet azért, mert kisgyerekes, mert négyre haza kell érnie, mert bármi van az ő életében, amivel segíteni szeretnénk. Az mindenképpen fontos, hogy ez egy megtartó erő és egy bevonzó erő is ma már, tehát ezt emellett nem sétálhatnak el a vezetők, még akkor se, ha ők ezzel nem értenek egyet. Tehát igazából ez lenne az üzenet a munkáltatóknak. A munkavállalóknak meg mindenképpen azt üzenném, hogy nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ez ki tudjon alakulni, ahhoz egy nagyon nagy fokú bizalom kell ugye a két fél között, és az, hogy ezzel nem élnek vissza. Igen. Tehát a munkát azt ugyanúgy elvégzik, vagy akár jobban, sokkal jobban beosztják az idejüket, több mindenre jut idejük, cserében, tehát ugye itt nagyon sokan azt csinálják, hogy mondjuk napközben elmegy és sportol, vagy el tud intézni dolgokat, nincs ezzel probléma, ha viszont a munkát megcsinálta. Tehát a lényeg az lenne, hogy ne az jöjjön ki ebből, hogy ellustulunk, és a végén már csak 2 órát dolgozunk, és másik 6-ot hát, meg. De ez előbb-utóbb kiderült. Hát ezt nem is lehet, tehát normális esetben ez mérhető, meg mindenféle metrikák rendelhetők mellé. És kell is mérni. Ugye ezekről is másokat beszéltünk, hogy muszáj, hogy minden, akár minden pozícióban, még valamiben nehezebb, de mégis lehet mérőszámokat felállítani, és kell is. Mert akkor lehet odaállni a munkavállalóhoz, hogy figyelj, ez volt a keret, ezt beszéltük meg, ezt nem tartottad be, akkor innentől kezdve be kell járni. Igen. Valaki pont jól járt, mert azt írja, hogy vidékiként kezdtem a Covid közepén egy budapesti székhelyű multinál, hónapokig 100% home office-ból a Covid végétől elvárják az irodai jelenlétet. Szerencsére ebben rugalmasak, esetemben havi 1-2 alkalom nekem is teljesen megfelelő és vállalható. Erre emlékeztek, szintén beszéltünk, még nagyon-nagyon az elején, amikor a Covid indult. Igen. Hogy ez az otthoni munkavégzés, ez egy óriási lehetőséget ad a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is. Mert hogy tudunk
Tehát eddig mondjuk egy budapesti állásnál, akkor mindig csak budapestieket lehetett keresni, és csak azok jelentkezhettek. Most jelentkezhet nagyon sok állásra vidéki is, nem probléma, amit ti is most mondtatok, havi egyszer-kétszer bemegy, ez számára is elfogadható, viszont a munkát el tudja végezni Szegedről, Győrből, bárhonnan. És fordítva is ugye igaz, a munkáltatónak sokkal nagyobb lehetősége van, sokkal nagyobb poolból választhat, jelölti körből választhat, mint ahogy ezt korábban tehette. Tehát ez mindenképpen jó. És még így befejezésképpen, mert látom az időnk az megy, hogy ami az elején mondtál Balázs, hogy valaki mondta, hogy ugye ő most full home office-ban és külföldi cégnek dolgozik. Hát ez pont az, amit az előbb mondasz, hogy kinyílik a lehetőség. Őt most megtalálták, vagy ő megtalálta a külföldi munkát. Tehát a lehetőség az most már nem csak országon belül nagyobb, hanem kinyílik a világ. Igen. Ehhez mondjuk az kell, hogy nyelveket beszéljen valaki. Tehát ez azért fontos, de hogy ez megint kinyílik a világ a munkáltatónak és a munkavállalónak is. Tehát nem kell messze menni, ha most csak azt mondjuk, hogy Európa, már az is egy óriási munkaerőpiac ahhoz képest, hogy eddig csak Magyarország volt. Tehát, hogy ez mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ez sok-sok pozitívumot hozhat, nem véletlen, hogy a fiatalok már teljesen máshogy gondolkoznak. Ezekről is sokat beszéltünk, projektről projektre fognak szállni, nem fognak 20 éveket dolgozni egy cégnél. Ha valahol eldolgozgatnak 4-5 évet, annak valószínűleg nagyon fognak örülni a cégek. Tehát ez benne van. És még lezárásképpen annyi, hogy azért nem lehet egy állást home office-szal kezdeni, tehát azt azért mindenki fogadja el, hogy amikor egy munkát kezd, akkor valószínűleg az elején be kell többet járni. Tehát meg kell azért ismerni azt a céget, az elvárásokat, a munkát, a kollégákat, kivel, mihez lehet fordulni, ehhez viszont többet azért bent kell mocorogni az irodában. De ez általában, ahogy látjuk az ügyfeleknél, most attól függően, hogy ki milyen tapasztalattal érkezik, 3-6 hónap, és akkor utána be tud állni az a szabályzat, amit ők egymás között megbeszéltek. Oké, Andrea, nagyon köszönjük ezt a mostani topikot. A következőt meg beharangozzuk, illetve a következő párat, mert hogy vállalkozás indításról fogunk beszélgetni, ami ugye a HR-rel úgy függ össze meg a munkaerőpiaccal, hogy azért nagyon sokan vannak, akik vagy kiégnek, vagy jön egy isteni szikra, vagy egy óriási gondolat, hogy ő ott hagyja az állását, szakmáját félredobva. Tipikus, hogy nyit egy kis kávézót, ugye ez egy nagyon, nagyon szeretett. Jaj, de jó, igen. Szóval ennek van nagyon sok buktató. Aztán halálra dolgozza magát. Igen, vagy belebukik. Na, szóval ez nem vicces, ezzel foglalkozni kell, meg kell fejteni ennek a hátterét, meg hogy ez hogy működik, mire kell felhívni a figyelmet, hogy egy pár epizódot ennek szánunk. Meg hogy az fontos, ez különben egy ilyen 6-7 alkalom lesz az én fejemben, mire úgy elérünk oda a végéig, hogy és akkor föl is vettük már, de már el is bocsátjuk, és akkor mit kell csinálni. Tehát, hogy tényleg az egész folyamatot végigvíved, de hogy az fontos lesz, és ez az üzenetem, hogy lehet vállalkozni, és lehet ugyanolyan jól működtetni, mint akár egy nemzetközi cégbe, csak meg kell tanulni azokat az eszközöket, amik vannak és léteznek, és el kell lesni tőlük. És nagyon jó kis cégeket lehet csinálni piciben is. Na, hát ezt indítjuk jó, a következő hónap szépen. Elején. Köszi szépen, szép napot neked. Sziasztok. Diák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. HR Percek.